ismét lehet pályázni, meghirdették a felsőoktatási ösztöndíjat a bajaiak számára. Mentális betegségek. Egyre több gyógyszert szedünk. Heti 5 edzéssel a rájátszás sikereiért, látogatóban a bajai NKK kadettjeinél. Köszöntöm nézőinket, a Bajai Televízió február 8-ai csütörtök esti híradója már is kezdődik. Február 15-ig jelentkezhetnek felsőoktatási intézménybe azok, akik folytatni szeretnék a tanulást. Baja megyei jogú város önkormányzata két ösztöndíj lehetőséget is kínál a hallgatóknak, amelyből egyre már pályázhatnak is a bajai fiatalok. Már elérhető a felhívás az önkormányzat honlapján, amelyben arról adnak tájékoztatást, hogy elindult a jelentkezés a bajai felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. Az esélyteremtés érdekében a Baján élő, szociálisan rászoruló fiatalok adhatják le dokumentumaikat. Fontos, hogy csak azon jelentkezők pályázatát fogadják el, akik a 2023-2024-es tanévben érettségiznek, nem rendelkeznek felsőfokú diplomával, vagy bár letették az érettségi vizsgát, nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe. Mondta el híradónknak Havasi Ádám Zoltán, ifjúsági, közművelődési és sportügyi intéző. A pályázati felhívás és a mellékletei fölkerültek a Bajai Önkormányzat honlapjára. Ezen keresztül a pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet a pályázatot benyújtani. Hosszabb a beadási határidő, tehát szeptember 6-a a pályázat beadásának a határideje. Ez azért került már most kiírásra, és azért ilyen hosszú a beadási határidő, mert ugye most február 15-ig van a felsőoktatási felvételi határidő. Az ügyintéző hozzátette, a pályázattal nagyjából 5 és 20 ezer forint közötti támogatást nyerhetnek a fiatalok. A szociális ösztöndíj kevésbé népszerű, mint a Bursa Hungarika, amelyet ősszel, a tanév kezdete után szoktak meghirdetni, folytatta. A támogatás mindkét bajai felsőoktatási intézmény hallgatói számára elérhető. Dr. Címer Zsolt, a víztudományi kar dékán helyettese úgy fogalmazott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre minden évben érkeznek tanulók, akik bajai középiskolában végeztek. Természetesen akkorunkat is érinti a pályázat. A bajai hallgatók számhoz körülbelül 10%-ra tehető. Minden bajai hallgatót nagyon szívesen várunk, hiszen a karnak is az a célja, hogy helyben tartsuk a fiatalokat. Ezért tulajdonképpen a kar is megpróbál mindent megtenni. Így különböző kedvezményeket tesz a bajai hallgatóknak. A bajai hallgatók is be tudnak költözni kollégiumunkban, és tulajdonképpen ott megkezdhetik a saját életüket. Az érdeklődők a részletes tájékoztatót, a szükséges dokumentumokat és űrlapokat a www.bajaiönkormányzat.hu oldalon tekinthetik meg. Új járóbeteg irányítási rendszer segíti ezentúl a betegek ellátását a Bajai Szent Rókus Kórházban. Az intézmény honlapján közzétett tájékoztató szerint az újítást fokozatosan vezetik be. Elsőként a diagnosztikai épület 8 szakterületének rendeléseire, így például a fülorgégészeti, a sebészeti és a szemészeti szakrendelésekre érkezők vehetik igénybe a kihelyezett automatákat. A fejlesztés célja az, hogy az ide érkező betegeknek az ellátása átláthatóbbá, szervezettebbé és gördülékenyebbé váljon, írják. A gyorsabb és hatékonyabb ellátás érdekében a diagnosztikai épület földszintjén, a lift előterében érintőképernyős sorszámhúzó automatát helyeztek ki. Az intézménybe érkező betegek az automatánál a tajszámuk megadásával sorszámot tudnak kérni, ahol kétféle időpont kéréshez, illetve szakrendelésre szóló behívószámhoz kaphatnak cédulát. A bajai kórház vezetés a részletekről későbbre ígér tájékoztatást. Világszerte többen szednek antidepresszánst. Bizonyos országok és orvoscsoportok szerint ráadásul nem segítenek a mentális állapot javításán, ezért antidepresszáns receptek visszaszorítását szorgalmazzák. Magyarországon is nőtt az ilyen gyógyszert fogyasztók száma az elmúlt évtizedben.
Dr. Hall Viktor, a Bajai Szent Rókus Kórház pszichiátriai osztály osztályvezető főorvosa úgy véli, bizonyos betegségeknél szükséges a gyógyszer felírása, de a szakorvosi vizsgálat, a kontroll, valamint a terápia elengedhetetlen lenne. Szakembereket csoportja az antidepresszáns receptek visszaszorítására szólította fel az Egyesült Királyság kormányát néhány héttel ezelőtt. Bár a szerek felírása folyamatosan nő, ez alatt a lakosság mentális állapota csak tovább romlott véleményük szerint. Magyarországon 11 év alatt közel 20%-kal nőtt azok száma, akiknek ilyen gyógyszert írtak fel. Dr. Hall Viktor, a Bajai Szent Rókus Kórház pszichiátriai osztály osztályvezető főorvosa kiemelte, Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el a gyógyszerfogyasztás tekintetében. A pszichiáter kiemelte, sokszor éppen az antidepresszánsok védik meg valaki életét, vagy javítják az életkilátásait. Azt látja gondnak, hogy ilyen pirulát bármilyen szakorvos felírhat, és bizonyos kedélyjavítókat a házi orvos is adhat. 40% az, amit a pszichiáterek írnak ki. Ez így, még el is fogadnám ezt itt, csak ugye itt az a baj, hogy nem járunk a végére. Tehát ugye rögtön lecsapok, mondjuk háziorvosként, megállapítom azt, hogy depressziós a beteg, és rögtön adom a gyógyszert, holott lehet, hogy lenne más lehetőség is, tehát nem kerül a szakemberhez minden esetben a beteg. Ez nyilván problémát jelent, mert a kifutása is hosszabb lehet a problémának, a függőség szempontjából is gondot okozhat, meg sok más tekintetben. Dr. Hall Viktor pszichiáter a kombinált kezelés híve, de úgy tapasztalja, egyre inkább háttérbe szorul a terápia, aminek az egyik oka az időhiány. Az orvosok depresszióra, bipoláris depresszióra, kényszerbetegségre, pánikbetegségre, szorongásos betegségekre is felírhatnak antidepresszánst. Az addikció az nyilván minden gyógyszerhez lehetséges, én azon nem csak a pszichiátriai készítményekhez, más készítményekhez is, de elsősorban inkább a nyugtató típusú gyógyszerek szempontjából fontos. Az antidepresszánsok egyre modernebbek, és a függés itt már lényegesen kisebb esélyű, mint másnál. Hozzátette, előrelépés várható attól, hogy a praxis közössége foglalkoznak majd a mentálhigiénével. A várótermekbe elérhetővé válnak a mentális állapot felmérésére szolgáló pszichometriai tesztek, miként a segítő személyzet is, akik, ha szükséges, a szakorvoshoz irányítják a pácienst. Tavaly több mint 800 millió utazás történt a MÁV-Volán csoport járatain. Ez több mint 110 millióval több mint 2022-ben. Mindebben meghatározó szerepet játszott a vármegye és országbérletek rendszere. Adta hírül az economics.hu. A gazdasági portál kitért a MÁV Start utas forgalmára is. A járatokat 181 millióan vették igénybe, amely rekordnak számít. A Volánbusz járatait 585 millióan vették igénybe, ez 65 millió utazással múlta felül a 2022-es adatokat. Hévvel 71 millió utazás történt tavaly, ami az egy évvel korábbihoz képest 7 millióval több. Az értékesítés tavaly április végi kezdetétől idén január végéig mintegy 4,7 millió ország és vármegye bérletet vásároltak az utasok. A tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy az önkormányzatoknak és a lakosságnak is nagy szerepe van a madárfajok megóvásában. Kalocsa Béla, a szervezet Bács-Kiskunvár megyei csoportjának elnöke azt mondta, Baja megyei jogú város önkormányzata, helyi vállalkozások és a lakosság is segíti munkájukat. Baja és térsége madárfajban gazdag, a belvárosban pedig különösen sok fecske él. A legtöbb a Molnár fecskéből van, akik a Városháza, valamint a Bácskai Kultúrpalota homlokzatát kedvelik a legjobban. Mellettük füsti és parti fecskék is gazdagítják a város élőlényeinek sokszínűségét. Kalocsa Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bács-Kiskunvár megyei csoportjának elnöke úgy fogalmazott, egyes fajokból sokkal kevesebb él, mint 30-40 évvel ezelőtt, amelynek nem csak az épületfelújítás az oka. Vannak ilyen klímaváltozás okok, amit én egy kicsit azért olyan szkeptikusan közelítek meg, nem feltétlenül ez az oka, hanem az, hogy
hogy rosszkor írtják például a szúnyogot, tehát ezek vagy olyan vegyszereket használnak, amit nem is tudunk. Tehát ami nekik a táplálékbázis csökkenti, ez eléggé komoly probléma. Előfordul az is, hogy időjárási események okozzák a fecskék pusztulását? A tavasszal érkező váratlan lehűlés és eső, valamint a nyár végi korai hideg hullámok sem kedveznek a madaraknak, azonban ezeket a jelenségeket általában ki tudják heverni a nagyobb populációk, folytatta. Tavasszal a fecskevédelmi időszakban oda kell figyelni a házakon lévő fészkekre, és érdemes néhány íratlan szabályt is betartani, tette hozzá az ornitológus. A legelső, amit az elvonulás után meg lehet csinálni, hogyha valaki fölújítja a házát, akkor azt most tegyenek, hogy eltávolítja a fecskefészket, nem amikor visszajönnek, tehát hogy nem kell megvárni a március végét, ez egy nagyon fontos dolog. És azért, hogy ne zavarjuk őket, a pelenkát föltehetjük, és sok ember el akarja zavarni a fecskét, tehát hogy nem örül, hogy ott van, mert oda piszkít, stb. Nagyon sok ember van, akinek szeretné, hogy oda jöjjön. Kalocsa Béla azt mondta, most már minden állatra vigyázni kell. A fecskék pedig különösen hasznos madarak, ugyanis repülőrovarokat fognak, mint például a vérszívók. Tehát kevesebb szúnyoggal vagy légyel találkozhat az ember a fecskék jelenlétében. Cél egyenesbe érkezett Béla kutya bajai szobrának megvalósítása. A szükséges pénzösszeg összegyűlt, a szobrász pedig már elkészítette a köztéri alkotás makettjét. A tervek szerint Béla kutya emlékműve a Tóth Kálmán térre kerül majd, és egy mozgásban lévő vizslát ábrázol, amely a belvárosi templomtól tart a Szent Háromság tér irányába. Az állat jól ismerte ezt az útvonalat, mivel számtalanszor megtette. Nagyon gyakran lehetett vele azon a környéken találkozni, tájékoztatta a Bácskai Napló szerkesztőségét Körmöci Edina állatvédő, aki dr. Gergelyné dr. Tóth Évával közösen indította el a lakossági gyűjtés és közadakozást a terv megvalósítására. Tölgyesi Pós Éva szobrászművész el is kezdte a tervező munkát. Körmöci Edina azt is elmondta, már csak a képviselőtestület jóváhagyására várnak. Idén júniusban lesz 25 éve annak, hogy Béla kutyát végzetes baleset érte, ezért szeretnék a halála évfordulóján átadni a szobrot a lakosságnak, írja a bajahangja.hu. 2019 után az idén ismét indul Garami Artúr az önkormányzati választásokon a bajai polgármesteri székért, mint egyéni független jelölt. Ezt február 7-én sajtóközleményben tudatta szerkesztőségünkkel. A bajai független polgármester jelölt nyilatkozatát teljes terjedelmében a bajahangja.hu hírportálon olvashatják el. Garami Artúr független jelölt lesz címmel. A bajai női kosárlabda klubnál nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésére. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a kadett korosztályban szereplő lányok már évek óta egy közösséget alkotnak. Stábunk a szerda esti edzésen látogatta meg a rájátszásra készülő együttest. Január 28-án hazai győzelemmel zárta az alapszakasz küzdelmeit a bajai női kosárlabda klub kadett csapata. A főtábla C csoportjában 14 mérkőzést játszottak a lányok. Ebből 6 győzelemmel abszolváltak, mely az 5. helyhez volt elég. A Havasi Ádám és Csányi Tamás edzőpáros közül utóbbi értékelte a lányok alapszakaszbeli teljesítményét. Azt gondolom, egy kicsit felemás volt. Gyakorlatilag a célkitűzést, amit szerettünk volna, azt nagyjából sikerült teljesítenünk. Voltak jó mérkőzések, voltak rosszabb mérkőzéseink is. Az alapszakasz végére már itt elég jól összerázódott a csapat, és ott már hoztuk azt a teljesítményt, amit gyakorlatilag szerettünk volna. Kiemelte, hogy a lányok erőssége a csapat egységben rejlik, hiszen ez a korosztály 6-7 éve együtt van, és 5 éve az edzőpáros kezei alatt pallérozódnak. Az U16-os gárda egyik alapemberének számít a bedobó és center poszton is remekül teljesítő Orsós Kendra Mónika. Igazából szerintem most sokkal jobb volt, mint az előző szakaszaink. Sokkal összeszedettebbek vagyunk, a védekezésünkkel nincs baj, az is fejlődött. A támadást kéne még egy kicsit felpörgetni. Támadásban jobban ott kéne lennünk, és jó lesz minden. És
saját teljesítményeddel mennyire vagy megelégedve? Hát igazából az eleje az jó volt, az utolsó pár meccs az kicsit mélyen van, de majd lesz az jobb is. A kadettek február második felében folytatják a küzdelmeket a rájátszásban. Most egy négyes csoportba kerültünk, itt a cél az, hogy gyakorlatilag ezt a csoportot megnyerjük, ami nem tűnik lehetetlennek, hiszen olyan csapatokkal leszünk együtt, akiket már az alapszakasz során oda-visszavágó mérkőzéseken is megvertünk. Ha ez sikerülne, akkor egy keresztjátékkal gyakorlatilag a B-döntőjért fogunk játszani, ami alapban is a szezon előtt a célkitűzés volt. Pontos menetrend később várható. Közben a felnőtt csapat számára is folytatódik a bajnokság. Vasárnap 12:30-kor a harmadik helyen álló Ajka otthonában győzelmi reményekkel lépnek pályára kosarasaink. Főbb híreink jönnek még egyszer, egy-egy mondatban. Ismét lehet pályázni, meghirdették a felsőoktatási ösztöndíjat a bajaiak számára. Mentális betegségek, egyre több gyógyszert szedünk. Heti 5 edzéssel a rájátszás sikereiért, látogatóban a bajai NKK kadettjeinél. A bajai televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este várjuk Önöket. Addig is köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Pénteken többnyire erősen felhős időben lesz részünk, inkább csak átmeneti jelleggel vékonyodhat el a felhőzet és süthet ki a nap. Gyenge eső helyenként elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő. A délnyugati szelet több helyen kísérik erős, a Dunántúlon olykor viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 19 fok között változik, de az északkeleti határszélen előfordulhatnak 10 fok alatti értékek is.